Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen a Maja naptár június 23-án. Ez egy ős régi naptár, nagyon precíz, és ők annak idején megfigyelték a változásokat a természetben, de azt is, hogy milyen hatást kapunk a csillagoktól, a csillagképektől, és mi tér újra meg újra vissza az életünkben. Ha mi odafigyelünk erre a naptára, segít nekünk abban, hogy tudjuk, hogy mi várható, és így egy hangban vagyunk vele, vagy tudni fogjuk, hogy milyen irányba alakulnak az események. Fel vagyunk rá készülve. Vagy ki tudjuk használni az időpontot arra, hogy mi előnyös a számunkra. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek, és egy hullám mindig 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. Tegnap kezdődött a negyedik hullám, és az eltart július 4-ig. Ez alatt a hullám alatt, ez alatt a negyedik hullám alatt Ahau uralkodik. Lefordítva az napot jelent, meg az őseinket. Ezt elmagyaráztam a tegnapi felvételen. De most az a fontos, hogy tudjuk, hogy mi várható ránk június 23-án. Ez a második nap ebben a negyedik hullámban és a kettes szám hatása alatt áll. Ez a kettes szám utalhat szerződésekre, de utalhat a párkapcsolatra is. Mi ketten vagyunk. De az is lehet, hogy döntéseket kell hozni, és van két irány. A mai napon Im is uralkodik, Im is lefordítva egy sárkányt jelent. De nem kell, hogy féljünk ettől a sárkánytól, mert ez mutat kármikus témákat is. Az asztrológiában ez a lefele mozgó hold csomó a sárkánynak a farka, és a felfele mozgó hold csomó a sárkánynak a feje. Tehát ott is találkozunk ezzel a szimbólummal. Ez utal a múltra, utal a jelenre, utal a jövőre, de ezt össze kell, hogy kössük egymással, mert ez összetartozik. És ez a feladatunk, hogy rátekintsünk a jövőre, a jelenre, a múltra, és maradjunk a középpontban, mert az a pillanat, mégpedig a jelen, amit még Im is számunkra közöl, az egy ilyen ősi anya, vagy a természet, ez a forrás, ahonnan az élet ered, mondhatnám életvíz. Itt lelki dolgokról is szó van, ez a megbízás, ez a nyugalom, ez az ősi nyugalom, ez a forrás, ez az ősi forrás segít abban, hogy hallgassunk a belső hangunkra. Pontosan, ha most fontos döntéseket kell, hogy hozzunk, de azt is jelenti, hogy mi kapunk valamit az élettől, és maradjunk ebben a nyugalomban és ebben a bizalomban. Valami közeledik hozzánk, pontosan az, amire most szükségünk van, és ebben kell, hogy bízzunk. És ez volt a bepillantás a Maja naptárba. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!